Szia, szavasz! Üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon reggelen, délutánon. Ma nem más fogunk csinálni, mint el fogok menni, és fel fogom venni a gyerekeket az iskolából, és megmutatom nektek a Davisnek az iskoláját. Ugyanis a Davis ugye a kisebbik fiam, most kezdte az iskolát, ez a második hete, vagy harmadik hete, ugye, hogy ment iskolába, úgyhogy gondoltam nektek, az osztályba bemenni nem tudunk, de kívülről meg így az egészet megmutatom nektek az iskolát, egy darabot be lehet menni, de az osztályba ugye nem szabad bemenni jelenleg. Úgyhogy, még mielőtt elindulunk, el kell mennem, be kell mennem a boltba gyorsan, el kell mennem, kell vennem anyagot holnapra a munkához, és hazajövünk, felveszem a feleségemet is, aztán megyünk az iskolába. Amúgy, hogyha gondoljátok, itt a videóban írjátok meg, hogy ti jártok iskolába, vagy nem jártok iskolába? Vagy online iskolában, vagy mi történik? Ugyanis ugye te megosztottam, vagy te előtt a videót, az legelső videót, és gondoltam, hogy ugye nálatok még délelőtt volt, és elég sokan megnéztétek ahhoz képest, hogyha mindenki ugye iskolába lenne, vagy munkába. Ugye munkába biztos, hogy azért dolgoztok, de az iskolában kíváncsi lennék, hogy nálatok van iskola, vagy online iskola van, úgyhogy gondoljátok, hogy a videó alá írjátok meg, hogy honnét nézitek a videót, melyik város, melyik ország, és online iskola van, vagy rendes iskola, vagy hogy van ez? Ugyanis itt nálunk Ausztráliában rendes iskola van. Mindenki visszament, úgyhogy csak próbálok kitolatni, nehogy valaminek neki menjek, hogy van az autóban ilyen kamera, ilyen hátsó kamera, úgyhogy látom, hogy merre megyek. De biztos, ami biztos. Na mindegy, menjünk vásárolni. Úgyhogy most gyorsan elmegyek egy kenyérért, aztán haza felveszem a feleségemet és menjünk az iskolába. Mondja az idő, mutatom neked, látod, hogy ilyen felhős, egész hétre, még jövő hétre is ilyen felhős időt mondtak, ami nem a legjobb, és ilyen felhős időben nem tudok menni ugye a vízre. Bár talán vasárnap, addig azt mondják, hogy nem lesz annyira rossz. Bár a szél annyira nem fúj, mint ahogy mondták, aztán rettetlen a szél lesz. Na, nem. Most megyünk, veszünk kenyeret, meg azt hiszem más nem kell, hogy el nem felejtettem. És meg is érkeztem, ide jöttem ebbe a kintibe, nem ebbe a bevásárlóba akartam jönni, de mivel elfelejtettem, hogy ezzel a munkásautóval vagyok, és elég nagy a teteje, nem férek be ilyen parkolóba, ugyan aminek van teteje, ilyen fedetbe, ezért gondoltam, hogy ide, látod, ilyen kintiben jövök, itt kint meg lehet állni, ami jó nagy a rumli, látod, itt álltunk mekkora nagy a rumli, úgyhogy gyorsan bemünk, kell vennem kenyeret, meg mit mondott, uborkát, azt hiszem a feleségem, azt mondta, ezt a kettőt kell venni, azt mondom, hogy tejet nem mondta, lehet, hogy mondta, csak elfelejtettem. Na, hogy ne. De menjünk tejet venni. Nem, kenyeret venni. Kenyeret meg uborkát.
megerett az eső, ahogy látjátok, vagy nem látjátok. Én érzem, eléggé hideg, komolyan mondom. Tudtam, hogy ide fog érni. Az előbb jött ez a nagy felhő, és gondoltam, hogy ide fog érni, mire én visszaérek ugye a bevásárlóból. Magyar végül is nem esik, csak esik. Zápor van. Sehol nincsen felhő amúgy körülöttünk, kivéve itt én fölöttem. Most újra zuhanyozok. Na várjál, össze kell szedni a kulcsot. Nem találom, van benne a zsebembe, ami itt vagy az autónál. Na, kinyílott az ajtó. Új! Mert minden gyorsan. Most nem azért folyik rólam a víz, mert annyira megúzzadtam, hanem mert megáztam. Na, talán kicsit jobb a lencse, megtöröltem. Hú, amúgy, ugye sok ilyen bevásárló van mi nálunk, ami ilyen külső. Tehát nem belül van. Én igazából egyiket sem szeretem, nem az egyiket, az ilyen külsőket nem szeretem. Ugyanis, hogyha esik az első, akkor azért nem jó, mert megázol, és hogyha körbe akarsz sétálni, mert akarsz érzni valamit, vagy elmentél a boltba venni uborkát, mint én, vagy kenyeret, és mire vissza, csak kijössz a boltból, ugye az élelmiszerboltból, és már mindjárt megázol. Holott a rendes boltba, ugye ilyen bevásárlóba, ott az felett, és ott nem ázol meg, kivéve, hogyha ki nem jössz, és na minden, értelek, mit mondok. Hogyha meg meleg van, mert ugye általában meleg van nálunk, akkor meg azért nem szeretem, mert nincs légkondi, és össze-vissza sétálsz mindenhova, és csak folyik rólad a víz örökké, ugye az izzadság, mert rettentő melegen izzados idő van nálunk, az meg, akkor meg azért nem szeretem, úgyhogy azért nem szeretem ezeket a kinti bevásárlókat. Szeretem, hogy ilyen zárt, ugye, hogy bemész, van benne légkondi, lehűlsz, hogy esik az eső, nem esik a fejedre, na minden, csak beszélek össze-vissza, úgyhogy indítsunk, aztán menjünk haza, felvenni a feleségemet, és megyünk a oskolába felvenni a Davis-t. Na, megérkeztünk. Esik az eső, képzeld el, esik az eső, de hoztunk esernyőt. Úgyhogy ahogy mondtam, bemenni nem tudok az osztályba, de kívülről meg tudom mutatni, tehát az iskolára be tudok menni, ez ilyen külső iskola, tehát mindegyik iskola külső iskola, mert több épület van, és az udvarba be tudunk menni, és meg tudom nektek mutatni, hogy melyik az osztály kívülről, de majd meglátjátok, úgyhogy menjünk, húzzuk az esernyőt, ugyanis látod, esik az eső, úgyhogy gyorsan menjünk. Megjöttünk az iskolához, gyalogunk felfele, itt az esernyő. Ahogy itt van parkoló, úgyhogy nem szeretek ugye közel állni az autókhoz, meg általában az összes foglalt amúgy is. Ez az iskolának a foci pályája itt oldalt. És mégis ott az iskola szemben csak a bejárat ott fönt van, meg van egy másik bejárat a túloldalt is. De mi ezen fogunk bemenni. A Lucas meg majd lehet, hogy felveszünk innét a busz megállóból. Ugyanis ugye kettő gyereket nem tudok egyszerre felvenni, mert egyszerre van vége az iskolának. Na, megérkeztünk. Menjünk a bejáraton, amúgy van medence is, ahol van, mennek majd úszni. Bár azt most nem tudom nektek megmutatni, mert ott van valahol hátul, majd talán legközelebb elmegyek oda is. Ott van lent a medence valahol. És van itt ilyen több épület. Ujja. Úgyhogy ahogy mondtam, van itt ilyen több épület. És osztálytermek, ott vannak az osztálytermek fent. Jobb oldalt a WC van. Ez a gyerekek, a kisebb gyerekeknek a része. Van itt ilyen játszótér is. És itt alul meg lehet várni a szülőknek. Megint előre közben az eső rendesen. Itt is van egy ilyen játszótér. Oda nem megyünk. És innét fognak lejönni majd. Úgyhogy most várni kell. És kicsöngettek. How was your day? Hmm?
Na felvettem a Davis-t, most visszajöttem ugye a Lucasért a busz megállóba, ugyanis esik az első, gondoltam, hogy eljövök érte. Még nem ért ide a busz amúgy. Az iskola az ilyen, nagyon ugye nem tudtam megmutatni, mert nem lehet ott össze-vissza filmezni, de ugyanolyan hasonló, mint a Lucasnek a régi iskolája, csak ez másik. Az osztályok azok fönt vannak, a legtöbbje, és így össze-vissza, tehát ilyen több épület van. Tehát ilyen nyitott az egész, olyan, mint ez a bevásárló, ahol az előbb voltam, ilyen nyitott. Ugye nálunk sok minden nyitott. És egy osztály van fönt az emeleten, aztán mellette még egy osztály, ilyen... Amúgy egyszer bemegyek, hogyha már benne lehet menni, ugyanis be lehet menni az iskolába, csak az osztályba nem lehet bemenni. Lucas a kukás. Valakinek be kell hozni a kukát. Nem vagy te kuka, te hozod a kukát. Menjünk. Megvan mindenki. Nyitjuk az ajtót vagy a kaput. Oda vigyed be. Nem férünk, nem fér neki a biciklinek, meg vizes minden. Ezt becsukjuk, ezt arrébb lakjuk, hogy megállzon a bicikli. Ezt meg még fel kell aprítani, képzeld el, elkezdtem. Ez volt a régi asztal, csak nem fér bele a kukába. Elkezdtem ezt lehúzni róla, de azt mondja, szét kell fűrészni, hogy beleférjen a kukánkba. Ez a régi asztalom, ilyen lett. Na minden, menjünk befele. Megevédeltünk, úgyhogy bemegyek most a garázsba. Esik még mindig az eső, képzeld el. Lefestettem, ugye mutatom. A múltkor ezt a darabot, a csónaknak a darabját, ami itt van, meg is száradt, majdnem. Úgyhogy most vissza fogom valószínűleg majd szerelni. Lehet, hogy majd, de lehet, hogy még hagyom még egy napot, hat száradt. Ugye egy kicsit, mintha még ragadna. Legalábbis a széle. Ugye ebben az időben nem nagyon akar rendesen száradni. Lehet, hogy ide visszaletesszük. És össze kell ugye szerelni. Amúgy elcsomagoltam a motort, ugye múltkor megtisztítottam ilyen szépen. Becsomagoltam, ugye ez ilyen motor takaró. Csak közben csuklottam egyet vagy kettőt. Általában egyet szoktam csuklani, maximum kettőt. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Valaki csuklik egy fél órán keresztül. Ha rám jön a csuklás, és én általában egyet vagy kettőt csuklok, és eláll. Nem kell se innom, se nem vennem levegőt, vagy vennem levegőt, nem ugye. És eláll a csuklás. Úgyhogy, ezt a videót itt most befejezem. Holnap kezdünk egy új munkát, lehet, hogy megmutatom nektek, hogyha olyan lesz a hely. Azt mondja, hogy üres lesz a lakás, és lehet, hogy lesz benne kilátás. Lehet, hogy nem lesz benne kilátás. Hogyha jó lesz a kilátás, lehet, hogy megmutatom nektek a kilátást, ugyanis lehet, hogy ránéz a tengerre, hogyha minden igaz. Na ugye, ez majd a holnapi, vagy a következő videóban. Ahogy mondtam, lehet, hogy lesz mostában sűrűbben videó, de lehet, hogy majd nem. Attól függ, hogy mi történik. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot. Sziasztok!